A Merkur a naphoz legközelebb található bolygó, valamint a naprendszer legkisebb bolygója. Legtöbben azt gondolják, hogy kinézete vöröses színű lehet, mivel távolsága a naptól elenyésző, így a folyamatos forróság áldozata. A valóságban azonban színe szürkés és a Föld holdjára sokban hasonlító égitest. A naphoz való közelsége miatt nincs saját holdja, de ha lenne is, a nap gravitációja miatt a Merkurba csapódna, vagy a nap körül kezdene keringeni, amely egy bizonyos idő után magába húzná. A Merkurra két szondát is küldtek már a Földről, az elsőt 1974-ben, amely a bolygó 45%-át felfedezte, a másodikat pedig 2008-ban, amely további 30% információt tudott begyűjteni a Merkurról. A Holdhoz hasonlóan nincs állandó légköre, és felszínét ugyanúgy számos kráter borítja, melyekért egyébként egy 4,6 milliárd évvel ezelőtti üstökös és aszteroide becsapódások okolhatóak. Ebben az időben heves vulkanikus aktivitás is tapasztalható volt az égitesten, melyek tovább gyarapították a jelenleg is megtalálható hatalmas mérdések számát. A legnagyobb ismert kráterek egyike az 1550 km átmérői Caloris medence, aminek létrejötténél a becsapódás olyan erőteljes volt, hogy láva tört a felszínre, valamint létrejött egy 2 km magas krátertövező perem is. A Merkur magja vasat tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a bolygó mágneses mezővel rendelkezik, viszont ennek erőssége alig 1%-át éri el a Földéhez képest. A Merkuron állva a hatalmas hőmérséklet különbség is azonnal feltűnne, mert felszínén a hőmérséklet mínusz 180 és plusz 430 Celsius fok között ingadozik attól függően, hogy a bolygó melyik részén állunk. A bolygó gravitációja sem kerülné el a figyelmünket, ami csak 38%-a hozzánk képest, így nagyjából háromszor nagyobbat tudnánk ugrani, mint a Földön. Nálunk egy nap 24 órából áll, a Merkuron pedig ez 58 nap, 15 óra és 30 percnek felel meg, továbbá az égre tekintve a napot 2,5-szer nagyobbnak látnánk, mint a Földön. A nap színe viszont nem sárgásnak, hanem fehérnek tűnne, mert a Merkurnak nincs atmoszférája, ami megszűrné a sugarakat, így lényegében a fekete égboltot látnánk a csillagok társaságában. Atmoszféra hiányában az időjárás egyes megszokott elemeit sem tapasztalhatnánk, úgy mint az esőt vagy a havazást. A Merkuron tehát az emberiség számára elképzelhetetlen az élet, viszont annak ellenére, hogy milyen körülmények uralkodnak a bolygón, egy nap azért a megfelelő technológia társaságában szívesen elsétálgatnék a felszínén. Ha tetszett a videó, jelezzétek egy lájkkal, valamint írjátok meg egy kommentben, hogy a naprendszer melyik bolygójára látogatnátok el a legszívesebben. A következő videóban találkozunk, sziasztok!